Felháborítónak tartjuk, hogy miközben a kormány 34 milliárd forintot von el az önkormányzatoktól, a közben ebben az évben 33,5 milliárd forinttal támogatja a migráns ösztöndíj programot, vagyis a Stipendium Hungaricum programot, a jövő évre pedig 40 milliárd forinttal kívánja támogatni azt az ösztöndíj programot, amelynek keretében például az a nigériai 22 éves fiatalember is Budapesten tartózkodott, aki most erőszakolt meg egy magyar nőt. Azt követeljük a kormánytól, hogy állítsa le a Stipendium Hungaricum ösztöndíj programot, és ezt a pénzt is fordítsa a magyar gazdaság megmentésére.